Az előző filmekben már említettem, hogy az elektromos áramkezelések a fizikoterápia egyik módszer csoportját jelentik. Az elektromossággal kapcsolatban két tévképzet van. Az egyik cikkemhez érkezett egy dörgedelmes komment, amiben ez olvasható. Az elektromos áram nem való az emberi testbe. Nos, de ennél nagyobb butaságot nem is nagyon lehet állítani. Az emberi test működése ugyanis alapvetően elektromos impulzusokkal történik. Ezzel kommunikálnak az agyat különböző részei. Az agyból elektromos impulzussal jutnak el a vezérlőjelek a szerveidhez, az izmokhoz. Az elektromos impulzusok szállítják a fájdalomjelzést, a testhelyzetérzékelő és hőérző impulzusokat, és gyakorlatilag mindent, ami a tested működéséhez szükséges. A mozgást aktiváló jelek is elektromos impulzusként érkeznek az izmaidhoz, beleértve a szívműködésed vezérlését is. Aztán biztosan láttad már, hogy az orvosok az agy és a szív elektromos aktivitását figyelik a betegőző monitorokon. Amíg a test elektromos működése rögzíthető, addig él a páciens. Az agy és a szív elektromosság megszűnése egyelő a halállal, tudod, amikor így egyenesre vált a görbe a monitoron. Tehát az elektromosság alapvetően összefügg az élettel. Úgy is mondhatnám, hogy a test elektromossága egyben az élet jele is. Ha tehát a testben minden elektromosan működik, akkor az elektroterápiás kezelése pont megfelelők lehetnek egy sereg állapotbetegség kezelésére. De természetesen nem mindenre. A másik hibás tévképzet az elektromos kezelésekkel kapcsolatban az, hogy az elektromos kezelés egyféle. Sokan azt gondolják, hogy ez az maga az elektromos kezelés. Nos, nem így van. Az elektroterápia egy gyűjtő fogalom. Többféle kezelési mód tartozik ide, amelyek jellemzője, hogy elektromos áramot alkalmaznak. A legismertebb formák a TENS, az EMS vagy izomstimuláció, a MES vagy mikroáram, a denervált vagy szelektív inger áram, az iontoforézis, az orosz áram vagy kócz, az interferenciális áram. Ebben a filmben majd csak azokat részletezem, amelyek otthoni alkalmazásra is használhatók. Mert vannak olyan áramformák, amelyek alkalmazása nagyobb szakértelmet igényel és csak rendelőben adható. Tehát valamennyi említett kezelés elektromos impulzust alkalmaz, de ezek az impulzusok nem azonosak. Az egyes kezelések működése és hatása is különbözik. Egy példa a megértéshez. A kanál, a kés vagy a villa mindegyike evőeszköz, de mégis másra valók. De még az egyes eszközök is sok eltérést mutathatnak. Így például ezernyiféle kés létezik, amelyek egy-egy feladatra specializáltak. Külön van kés a hámozáshoz, a hús és a kenyér szeleteléshez, a steakhez, a halhoz, és így tovább. Az egyes elektromos kezelésekkel is így van. A TENS vagy EMS nem egyetlen, és végképp nem ugyanolyan impulzust jelent. Az elektromos impulzus formája, frekvenciája, időtartama, felfutási és lecsengés ideje, intenzitása és további paraméterek határozzák meg, hogy az áram hogyan hat, és ezzel milyen kezelésre, milyen állapot javítására alkalmas. Vegyük tehát sorra az otthoni használatra is alkalmazható elektroterápiás módokat, és nézzük meg, melyik mire való. Alig, hanem a TENS a legismertebb forma. Az elnevezés az angol kifejezés kezdőbetűiből áll össze, magyarul bőrön keresztül történő elektromos idegstimulációnak nevezhetjük a módszert. Sokan azt hiszik, hogy ez maga az elektroterápia, és minden elektroterápia TENS. Nem. Bár ez a legrégebb óta alkalmazott mód, de messze nem az összes. A TENS egy fájdalomcsillapító hatású módszer. A fájdalmas területre adott TENS impulzusok elnyomják és megakadályozzák, hogy a fájdalom inger eljusson az agyi fájdalomközpontokba. Így egy ideig megszünteti a panaszokat.
Ennek a kezelés típusnak nincs, vagy legfeljebb igen minimális gyógyító hatása, csak a fájdalmakat mérsékli egy időre. A gyógyszerekkel szemben az az előnye, hogy nem mérgezed magad, és biztosan nincsen mellékhatásaik sem. A TENS fájdalomcsillapító hatása már a kezelés során érzékelhető. A fájdalom csökkenése vagy a fájdalommentesség tartama függ a TENS impulzus típusától, és fél órától néhány óráig terjedhet. A TENS impulzus időtartama annyira rövid, hogy csak az érző idegekkel lép kapcsolatba. Így a TENS impulzusra nem történik izomösszehúzódás. Ha az úgynevezett TENS készüléket rángatja az izmod a kezelés alatt, akkor nem TENS-t kaptál. A második leggyakoribb elektromos kezelés az izomstimuláció. Az angol elnevezés EMS, elektromos izomstimuláció, vagy neuromuszkuláris elektromos stimuláció. Ez az egészséges mozgatóidegű izmok kezelése szolgáló módszer. Minden olyan állapotban kiváló, ahol az izmok erejét, tömegét, tartását, funkcióját kell visszaállítani. Itt többek között az inkontinencia, izomsorvadás, gerincsér, lumbágó, isiász, viszeres panaszok, érszükület, izomfájdalmak, nyak, hát, derék, térd és egyéb izomfájdalmakban alkalmazható. Segít a tartós betegség vagy műtét miatt elveszített izomerő visszanyerésében. Kiváló az izommerevség oldására, centrális bénulás, Parkinson-kor, ALS, szklerózis multiplex és hasonló állapotok esetén. Gyorsítja a mozgás újratanulást a stroke okozta bénulást követően. Az EMS-re igaz, hogy nem egyetlenféle áramról van szó. A kezelőprogram beállításai függvényében eltérő lehet a hatása is. A kezelés lényege, hogy az elektromos impulzus hatására az izom összehúzódik, és ez az összehúzódás váltja ki majd a hatásokat. Az izomstimulációs impulzus időtartama hosszabb, mint a TENS impulzusoké, általában 100-tól 450 mikromásodperc közöttiek. Általános fájdalomcsillapítású hatása gyengébb, mint a TENS-é, azonban izomfájdalmakra erősebb annál. Más stimulációs impulzus szükséges az izmok ellazítására, a vérkeringés javítására, az izomerő növelésre, a műtét utáni felépülés gyorsítására. Ugye nyilvánvaló az is, hogy más impulzus szükséges az apró arcizomra, és más a hatalmas combizmaidra vagy a hátizmokra. Az izomstimuláció segíti a gyógyulást, mivel a kezeléssel akár háromszorosára lehet növelni a vérkeringést. Ez javítja a szövetek vér, oxigén és tápanyagellátását, ez pedig fokozza a gyógyulási és regenerációs folyamatokat. A módszer kiváló az izomerő visszanyerésre is. Ez azonban nem működik csettintésre, időt igényel. Ha egyetlen izomstimulációtól megerősödnél, akkor a sportolók csak ezt használná. Ma stimulálok egyet, mert holnap olimpia, én fog nyerni. Nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű. Az izmok a rendszeres igénybevétel hatására erősödnek. Az izomstimulációt tehát fokozatosan egyre többet kell alkalmazni. Így kezdetben más naponta, vagy naponta, sőt akár naponta többször is. Bár a javulás jelei 2-3 hét után nyilvánvalók, de legalább 2-3 hónapig kell kitartóan kezelni, és a gyógytornát edzést is fokozatosan be kell építeni a kezelésbe, mert ezzel lehet majd az eredményt megtartani. Vannak állapotok, például a stroke által okozott bénulás, ahol akár éveken át szükség lehet a napi alkalmazásra. Az első hónapokban az izomállapot fenntartására, majd később a mozgás újratanulás segítésére. A hazai gyakorlatban az izomstimulációt
igen gyakran keverik az úgynevezett szelektív ingeráram kezeléssel. Ez azonban teljesen másra való. A nemzetközi orvosi szakirodalom nem is használja ezt a szelektív ingeráram kifejezést, hanem helyette a denervált szót használja. Ez sokkal pontosabban írja le, mire való ez a kezelési mód. A sérült mozgatóidegű, úgynevezett denervált, vagyis a mozgatóideget elveszített izmok kezelését biztosító módszer. Ilyen állapot az úgynevezett perifériás bénulás, melyhez az izomhoz futó idegszál baleseti vagy műtét közbeni sérülése vezethet, de okozhatja gerincsérv, gerinctörés, csigolyaszűkület is. Sőt, az arcideg bénulás is egy ilyen állapot. Amennyiben maga az idegszál nem szakadt el, az ideghüvely megmaradt, akkor a regenerációra nagyobb az esély, mint akkor, amikor az ideg ketté szakadt, és végeit nem is öltik össze. A perifériás idegsérülés regenerációja nagyon hosszú. Minél hosszabb a mozgató ideg, annál több idő kell a regenerációra, ami szerencsés esetben is több hónap, de akár több év lehet. Ha azonban az izom nem húzódik össze rendszeresen, már pedig a bénult izom biztosan nem, akkor egy-másfél év alatt tönkre megy kötőszövet és zsírrá alakul át. De közben az idegszál lassan regenerálódik, ismét eléri az izmot, de már csak kocsonyát talál a helyén, ne pedig működő izmot. Így a bénulás véglegessé válik. Perifériás bénulás esetén folyamatosan, naponta akár 2-3 alkalommal végzett denervált, azaz szelektív ingeráram kezelés lényege, hogy az összehúzódások megőrzik az izmot izomnak, nem megy tönkre, és az idegszál az éveken át tartó lassú regeneráció után működő izmot talál. A denervált izom egyébként nem reagál a normál EMS-re. A sima izom stimulációs impulzusok ugyanis túl rövidek, és ezért nem képesek izom összehúzódást kiváltani már a beteg izomban. Ezért szükséges a denervált kezelés, ami az EMS-nél sokkal hosszabb tartamú és lassú felfutási idejű impulzust jelent. Egyetlen ilyen impulzus akár 1000 millisekundum, azaz 1 másodperc is lehet, azaz 1000-szer hosszabb, mint az egészséges izom EMS impulzusa. A denervált izmok kezelése tehát kitartást igényel. Az első kedvező jelek többnyire csak néhány hónap után érzékelhetők. Ahogy az ideg felülről lefelé irányba regenerálódik, úgy aktiválódhatnak először a comb, lábszár, végül a lábfej izmai. A mikroáram, vagy rövidítése szerint MENS, az egyik legújabb elektroterápiás mód. Létezését a technológia fejlődése biztosítja, és rendkívül alacsony áramerősséget alkalmaz. Míg a hagyományos TENS, EMS, iontoforézis vagy denervált kezelések milliamper, azaz ezred amper nagyságrendűek, addig a mikroáram az amper milliomod része csak. Ez az áram olyan enyhe, hogy a mikroáramú kezelést az emberek nagy része nem is érzékeli, hiszen alig haladja meg a sejt elektromos potenciáját. Ebből következik a kiváló gyógyító hatása is. A beteg sérült sejtmembránban az elektromos töltések eloszlása felborul, és emiatt a sejt képtelenné válik az energiatermelésre, a fehérje szintézisre és a regenerációra. A mikroáramú kezelés visszaállítja az egészséges membrán potenciált, és így a sejt energiatermelése, anyagcseréje is visszatér a normális kerékvágásba. Megindulhat a regeneráció és a gyógyulás. A tanulmányok szerint a kezelést kapok több mint 90%-a észleli a fájdalom mérséklődését, közben a TENS esetén ez csak 60-70%. Fontosabb azonban a gyógyító, regenerációt serkentő hatása. Minden gyulladás, izom és szalagsérülés esetén alkalmazható, így artrózis, artritis,
csuklóalagú szindróma, tenisz és golfkönyök, befagyott váll, rotátorköpenygyulladás, nyak, hát, derékfájdalom, lumbágó, isiász, ülőideggyulladás, piriformis szindróma, csípőfájdalom, térdfájdalom, ahilleszín és talpi őnyegyulladás, sarkantyús fájdalmak, izomhúzódás, rándulás kezelése egyaránt kiváló. A krónikus betegségekre jellemző, hogy évek óta tartó panaszokat okoznak, így egy-két mikroáramú kezeléstől hatás nem várható. A mikroáram az öngyógyító folyamatokat serkenti, például a sejt energiatermelését akár 8-szorosára is növeli. Ezért érdemi eredményt csak legalább 40-50 mikroáramú kezelés után lehet várni. Naponta minimum egy, de inkább 2-3 kezelés végzendő, egyenletes időközönként. Több napos kihagyás esetén újra kell kezdeni az egész kúrát. Az iontoforézis szintén régen ismert és bevált elektroterápiás mód. Olyankor alkalmazzák, amikor egy hatóanyagot az emésztés megkerülve kell bejuttatni az ízületbe, ínba vagy izomba. Ha ugyanezt a gyógyszert szájon átadnánk be, az emésztés és a máj nagy részt lebontaná. A maradékból pedig csak minimális mennyiség jutna el oda, például egy ízületbe, ahol a hatást szeretnénk. Iontoforézissel a gyógyszer oda juttatható, ahova kell, és elkerülhető a tablettánál szokásos emésztési veszteség. Az iontoforézis során folyamatos vagy pulzáló egyenáramot alkalmaznak, és azt használják ki, hogy az elektromos töltések a pozitív-negatív pólus között elmozdulnak. A kezelés során a testeden két elektródát helyeznek el, az egyik pozitív, a másik negatív, a két elektróda között fog haladni az áram, és ezzel a sodrással lehet elektromos töltéssel rendelkező részecskéket, úgynevezett ionokat, bejuttatni a testedbe, akár egy izület, ín vagy izom belsejébe. Ezzel a módszerrel tehát az elektrodit oldatokat lehet bejuttatni a testbe, kenőcsöket nem. Az iontoforézishez szükséges gyógyszert ampulás formában általában az orvos írja fel. A tájékoztatón rajta kell lenni, hogy melyik pólussal kell bejuttatni. Ha pozitív, akkor a kezelés előtt a pozitív pólusnál levő szivacsra kell cseppenteni, ha meg negatív, akkor a negatívra. Ha rossz helyre teszed, akkor nem fog az árammal haladni, és hatással sem lesz a kezelésnek. Az iontoforézisnek az egyik változat az úgynevezett csapvíz iontoforézis. Ezt a hiperhidrózis, azaz a kóros izzadás megszüntetésére alkalmazható. A tenyér, talp és a hónaj erőteljes izzadása esetén a siker valószínűsége 90% felett van. Ezek tehát az ismertebb elektroterápiás módok. Mint mondtam, csak azokat említem, amik otthon alkalmazhatók és kaphatók olyan eszközök, amelyekkel otthon is biztonsággal elvégezheted a kezeléseket. Míg korábban otthonra csak TENS készülék létezett, ma már a legtöbb készülék multifunkciós, azaz több elektromos kezeléstípust is biztosít az említettek közül. Minél többféle kezelést tartalmaz egy készülék, általában annál drágább, de egyben persze többféle problémára biztosít kezelést. Nem feltétlenül a legdrágább készülék szükséges a számodra. Sok olyan kezelőprogram lehet benne, amire az adott esetben nincs is szükséges. Például a denervált izom kezelő programra csak akkor lehet szükséged, ha perifériás izombénulást akarsz kezelni, vagy fizioterapeuta vagy. Ha csak fájdalmat akarsz csillapítani, akkor az egy olcsóbb, de jó minőségű TENS készülék is elég lehet. Ha műtét után elveszett izomerőt akarod visszanyerni, akkor egy izomstimulátor is elég. Ha tenyérizzadással küzdesz, akkor pedig egy csapvíz iontoforézis készülék. Mert egyébként nem veszed használt, amire nincs szükséged. Tehát mielőtt készüléket vásárolsz, gondold végig, melyik kezeléstípusokra és funkciókra van szükséged, és ez alapján dönts. Ha bizonytalan vagy, akkor nézd meg ismét ezt a filmet. Továbbiakat találsz a YouTube csatornában. Blogomat a www.élethosszig.hu oldalon olvashatod, és eljöhetsz személyes tanácsadásomra is.